Jó reggelt! Sziasztok! Ma vasárnap van, 9 óra, és éppen most készítettem el a reggelimet. Egy szuper kis szénre csökkentett sajtos kifliből csináltam magamnak egy szendvicset, amit az Auchanban vettem. Tegnap voltam az Auchanban, bevásároltam. Vettem egy csomó mindent, tök funky dolgot, mint például ez a brinza szendvicskrém. Én imádom a jusajtot, és ez ilyen jusajt tartalmú szendvicskrém, úgyhogy nagyon-nagyon finom. Ma úgy döntöttem, hogy vlogolni fogok, mert egy igazán fun napnak nézünk elébe. Képzeljétek el, hogy van egy csajszi, akit az Instagramon ismertem meg, és neki is van YouTube csatornája, és Amerikában él, magyar lány egyébként, itt lakik Mezőkövesden mellettem, úgyhogy nagyon szuperül jött ki az egész, de Amerikában ösztöndíjjal tanul kint egy egyetemen, és hát nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de én világéletemben amerikamániás voltam, én már 13 éves koromban ki akartam költözni Amerikába, mert élnek kint rokonaink, és mindig mondtam anyának, hogy engem nem érdekel hogyan, de egyszer ki fogok jutni Amerikába. Aztán ugye 2013-ban voltam kint egy táborban önkénteskedni, ami 3 hónap volt New York államban, Manhattantől egy ilyen 4 órás autóútra. Hát az életem, komolyan mondom, hogy legszuperebb élménye volt, és legnagyobb tanulási lehetősége, illetve ott tudtam a leginkább fejleszteni az angol nyelvtudásomat, megismertem egy csomó mindenkit, tényleg meg a kultúrát, úgyhogy nagyon-nagyon élveztem, és ezért is tetszenek Gréti videói, egyébként úgy hívják, hogy Gréti a lány. Ezért is tetszenek az ő videói, mert tényleg teljesen bemutatja, hogy milyen az amerikai élet, mik a különbségek a magyar, illetve az amerikai kultúra között, illetve bemutatja, hogy hogyan is néz ki maga az egyetemi experience ott kint Amerikában. Úgyhogy nekem nagyon izgalmas ezeket a tartalmakat megnézni, mert tényleg én mindig is oda vágytam, tehát oda húzott a szívem, és arra gondoltam, hogy ezt a videót most Amerikának fogjuk szentelni, úgyhogy egy kicsit később majd mesélek nektek, hogy milyen volt Amerika, viszont most szépen nekiállok készülni, mert 11-re megyek Mezőkövesdre, aztán megyünk be Miskolcra a Grétivel, úgyhogy találkozhattok majd vele ti is, megkérjük majd, hogy meséljen egy kicsit Amerikáról, belinkelem mindenképpen a csatornáját, illetve az Instagramját a leírásba, úgyhogy kövessétek be, nézzétek meg a videóit, mert szerintem nagyon-nagyon szuperül elmagyaráz tényleg mindent Amerikáról. Már remeg a kezem. Úgyhogy most megeszem ezt a kis szendvicset, aztán tényleg nekiállok és összekészülök, akarok zuhanyozni is. Viszont megmutatom, hogy miket használtam, mert ez most egy ilyen, tényleg egy ilyen vasárnapi plörcs szendvics, mert amúgy hétközben nem nagyon szoktam enni már ilyen kenyereket, meg mit tudom én, tényleg most próbálom lecsökkenteni a lehető legjobban a szénhidrát bevitelemet, de ez egyébként szénhidrát csökkentett, az Auchanban lehet kapni. Szerintem ugyanolyan, mint a spáros, a spárban is van ilyen. Aztán ugye tudjátok, hogy sajtmániás vagyok, megkentem ezzel a brinza krémmel, illetve ezt is az Auchanban vettem, ez a dalmi fél kemény, fél zsíros, borskrémes sajt. Isteni finom, imádom az ilyen sajt különlegességeket. Aztán tettem még bele egy kis salátamixet, illetve ezt az FF pulykasonkát. Ebből a mézes fokhagymás a kedvencem, szinte tényleg csak hétvégén szoktam enni. Egyébként ebben 70% húsi van, úgyhogy azért szoktam ezt venni. Aztán az abszolút kedvencem, ez a sriracha majonéz, ez is az amerikamániámból fakad, mert ott kint tényleg mindenki srirachát eszik egyébként. Ezen a majonézen kívül van még itthon ilyen sima eredeti hot chili szószom. Ez az, amint mindenkinek a vlogjában szoktam látni egyébként, ez a sima hot sauce, isteni finom, imádom. Ez pedig egyébként ilyen vegán majonézes csípős szósz. Na, úgyhogy itt van a kis szendvics, így néz ki. Gyorsan elfogyasztom, aztán mehet a készülődés. Na, 10:30 van, össze is készültem, és most fogok elindulni, már írtam a Grétinek, hogy érkezem. Képzeljétek el, a múltkor a Rossmannban véletlenül észrevettem ezt a Guess testpermetet, és gyerekek, olyan illata van, hogy az ami elképesztő, ez a fekete szerintem a legjobb, de vettem egyet ebből a fehérből is, és olyan szinten megmarad az illata, hogy olyan, mint egy parfüm, úgyhogy most vettem ezt a kettőt, de még venni fogok, ha még van több szín. Most nagyon sokat fújtam, de borzasztóan jó illata van. És csak 3500 forint. A parfüm, amit én szoktam venni, az konkrétan 36 000 forint, mindig akciósan veszem. Egyébként ez a parfümöm, ez a Paco Rabanne, és ebből a
Legendet szoktam venni, vagy pedig az Aquát, de amúgy a Legend a kedvencem, csak nagyon drága. Igaz, nagyon kevés is kell belőle, viszont ez így a nyári napokra tök szuper, be is rakom a kocsiba, és akkor, hogyha melegen van, csak bespriccelem magam. Na, OOTD, ezt a narancssárga 1500 éves cipőmet fogom most felvenni. Most nagyon rákattantam, mert imádom az ilyen neon színeket nyáron. Egyébként ez talán vagy a Deichmannban, vagy valami ilyesmi helyen vettem, borzasztó olcsón, tényleg egy márkátlan cipő, viszont nagyon jól fel tudja dobni az outfitet, és most csak egy ilyen sima MyProteines hátul kivágott belsőt vettem fel, hát jó lesz ez, meg a tallis gatyámat, egyébként a farmer gatyám az elszakadt, úgyhogy most venni fogok egyet mindenképpen a talliban, ha találok, de ezek a kedvenc magas derekú gatyáim, mindig mutogatom nektek, úgyhogy indulás! Jaj, és a legfontosabbat majd elfelejtettem, készültem egy kis ajándékcsomaggal a Grétinek, amiben tettem egy MyProteines limitált kiadású szülinapi torta ízű fehérjét, tettem bele egy mogyorókrémet, illetve egy-két ilyen kis csokikát, úgyhogy ezt fogja kapni a Gréti. Na, tényleg elindulok, mert szokásomhoz híven már is késésben vagyok. Csodálatos idő van, úgyhogy ma az új gépsárkányt is meg kell majd fürdetni. Oh yeah! Egyébként nem tudom, hogy mutattam-e nektek már vlogban, mert az Instán már mutattam, de céget váltottunk, és elkezdtünk egy másik ilyen autóbérlős céggel dolgozni. Úgyhogy új kocsikat is kaptunk, ez itt egy Nissan Qashqai, hát óriási élmény egy ilyen autót vezetni, és álmaimban sem mertem volna gondolni, hogy valaha egy ilyen burzsúj kocsim lesz, de úgy tűnik, hogy hogy most ezt fogom vezetni egy jó darabig, egyébként bordó színe van, eddig sose szerettem a piros autókat, de ez egy álom, és nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy borzasztóan hálás vagyok, hogy lehetőségem van egy ilyenben ülni, egyébként a kis bömbim az még mindig itt van, szerencsétlen. És most azt találtuk ki, hogy anya átveszi, meg fogom szépen csináltatni, mert lejárt a műszakia, és akkor viszem haza majd Vicának. Na, de indulás, mert a Gréti már vár, mezőkövest. Fényerő. Hello! Na, jó, már veszed? Várjál, akkor kezdem újra. Sziasztok! Na, ő itt Gréti, most értünk ide a Miskolci plázába. Megyünk shopping. Igen, megyünk egyet shoppingolni, meg kávézni fogunk, aztán szerintem valahova, ja, beülünk majd a Freshbe egyet kajálni, valami egészségeset, és akkor ott majd meginterjúvoljuk a Grétit, hogy milyen is az amerikai élet, mert egyébként hány éve vagy kint? Kettő? Kettő most. Kettő, már két éve most már kint tanul az USA-ban, az Alabama University-n, és van egyébként egy YouTube csatornája, már mondtam nektek, de megtaláltok a linket a leírásban, úgyhogy mindenképpen kövessétek be, hogyha Amerika kontentre vagytok kíváncsiak, úgyhogy menjünk a plázába. Ventingel a vásárlásról. Ez a first world problems egyébként. Most végeztünk a shoppinggal, megyünk kajálni. Mit eszünk? Hát még nem tudom. Hát a Freshbe megyünk. Ott van egészséges, teljes kiörlésű hambi, pizza, wrap. Én lehet most eszek egy pizza. Vettem egy farmert végre, mert az összes farmer már van szakadva. Meg vettem három felsőt. Te mit vettél? Én vettem egy rövid gatyát, meg vettem négy nyári felsőt. Viszont körülbelül 8 farmert próbáltam meg. Na, gyerekek, menjünk zabálni. Most már nem is tudok vlogolni már. Éhes is vagyok, meg már nyűgös is vagyok. Azt tudom, milyen nap van. Itt vagyunk a Freshben, és rendeltünk wrapet, ami teljes kiörlésű kis tortillában készül. Meg rendeltünk egy pizzát is, mert nem tudtuk, hogy ez ilyen óriási nagy lesz. Viszont a Hensi... Ja. A Hensi nagyon kedves volt, úgyhogy azt mondta, hogy jól tömjék meg nekünk, szóval na mindegy. Úgyhogy ezt most elkezdjük szépen falatozni, aztán hát a pizzát majd hazavisszük. Megjött a pizza. Teljes kiörlésű chicken cheese pizza. Mert a light mozzarella, csirkemell. Philadelphia krémes alap van rajta. Igen. Meg... teljes kiörlésű crust. Ja, meg cheddar sajt is lenne rajta, csak most az elfogyott, de...
És itt a sztár, a Hensi. Hensi Fit Food az Instagramon, kövessétek be, mert mindjárt megkóstoljuk a desszertjeit, ő itt egyébként a Freshben dolgozik, és ő csinálja ezeket az isteni desszerteket. Úgyhogy azt is mindjárt megmutatom. Végeztünk a kajálással, gyerekek, remélem nem lesz nagyon szeles a footage, de most feljöttünk ide a parkolóház tetejére, és itt tinédzserek gengelnek, úgyhogy elég cink, de mindegy, most nekiállunk szépen videózni. Nem, majd nem foglalkozunk. Úgyhogy mindenképpen szerettem volna, hogyha a Gréti mesél egy kicsikét nektek az amerikai életről, meg a tapasztalatairól, meg arról, hogy végül is hogyan sikerült neki oda kijutni. Mert hogy ugye Amerikában nagyon nehéz kijutni, főleg tanulni, úgy nézek ki, mint az a logo, tudod, amikor a kutyáknak így a kutyáknak tudod, spánielnek a füle, amikor így lebeg a szélbe. Hajat kell mosnom, gyerekek. Na, úgyhogy... Hát az elijesztettük. 16.300 követőm van a YouTube-on, úgyhogy most már nem lehetek így zavarba. Nem lehetek zavarba. Szóval, miután elijesztettük a tinédzsereket is magunk mellől, kezdhetjük a vlogot. Igen, na, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmesélhetnéd nekünk, a kedves kis nézőimnek, főleg azoknak, akik szintén én Amerika buzik, mint én vagyok, hogy hogyan is tudtál te kijutni Amerikába, mert tényleg oda nagyon-nagyon nehéz kijutni, de még nehezebb tanuló vízummal kijutni. Tehát egy az, hogy vagy nagyon-nagyon drága, vagy nagyon szuper jó tanulónak, vagy sportolónak kell lenni, igaz? Igen, hát tulajdonképpen erről csináltam még a legelső videómat annó, a kezdetekről. Van egy cég itthon, az Easy Go to USA csapata. Én őket kerestem meg, ők sportolókkal foglalkoznak, és segítenek nekik kijutni középiskola után kinti egyetemekre, és az ő adatbázisukban rengeteg olyan egyetem szerepel. Amerikában 3 divízióra vannak osztva az egyetemek, van a divízió 1-2-3-as, amit a videóban is említettem, és én a The University of Alabama tanulója vagyok, ami egy D1-es egyetem, és igen, ugye sportösztöndíjjal kerültem ki, én 14 évig úsztam versenyszerűen, és annak köszönhetően, és aztán pedig utána most már 2 éve leszek odakint, és igazából én bevallom őszintén, én nagyon szeretem, tehát nekem mindenképpen egy pozitív élmény és egy nagyon kellemes csalódás volt. Az elején nyilvánvalóan kicsit féltem, hiszen azért tényleg egy más világ, nagyon szigorú szabályaik vannak, rengeteg papírmunkát kellett ugye a vízumomat elintézni, meg mindent, és igazából abban is az ízigósok nekem nagyon sokat segítettek. Az elején meg kellett csinálnom az amerikai érettségit hozzá, ami ugye követelmény, SAT vagy az ACT, ezt az iskola megköveteli, hogy melyiket. És egyébként nehezebb volt, mint a magyar érettségi, vagy melyiket találtad nehezebbnek? Jó, nyilván akkor gondolom még az angolod nem volt ugyanolyan, mint mondjuk most, így 2 év után kint, de az angol nyelvet, így a nyelvi differenciát, különbséget elválasztva, melyik volt a nehezebb? Bevallom őszintén a magyar érettségire, amiatt, mert tudtam, hogy ki fogok menni, nem is készültem annyit, mint az amerikaira, tehát nekem még azzal az akkori angol tudásommal is azt mondanám, hogy nehéz volt az amerikai érettségi, de olyan brutálisan nagyon nem, tehát szerintem teljes mértékben teljesíthető, és nekem az ízigósok abban is segítettek egyébként, hogy ilyen vizsgafelkészítő anyaghoz hozzájutni, ugyanis az amerikai nagykövetségnek Budapesten van egy épülete, és oda kellett bemennünk, ott intéztük ezeket a dolgokat, és még azon kívül meg kellett csinálnom egy másik nyelvvizsgát, a TOEFL nyelvvizsgát, de igazából az akkori angol tudásommal szerintem egy olyan közepes, meg erős között lőném be így az amerikai érettségit. Na, és hogy átérjünk ugye a legfontosabb dologra, ami Amerikával kapcsolatban nagyon sok mindenkinek eszébe jut, az nyilván a kaja. És hát most zaváltuk tele magunkat. Úgyhogy ugye nyilván nekünk az a legnagyobb előítélet általában, hogy Amerikában minden kaja teljesen feldolgozott, meg tényleg nincsenek egészséges kaják, csak ilyen cukros szarokat, meg junk foodokat kapsz, hogy neked így, mint sportoló, milyen a diétád ott kín, és be tudod-e szerezni ezeket, tényleg ezeket az egészséges, akár organikus alapanyagokat, vagy ott tényleg minden ilyen becstermesztett, ilyen génkezelt cucc, erre vagyok kíváncsi. Nekem az ismerőseim szokták mindig mondani, én a banánra vagyok nagyon olyan szempontból rákattam, hogy amikor a banán hamarabb... Oké, szóval... Igen, tehát a banánra vagy rákattam.
Nem, szóval a banánra szoktam mondani, hogy ott kint néha körülbelül a banán az hamarabb rohad, mint érik. De áfonyából is láttam már ekkorát, szóval ott tényleg ott van minden. De egyébként lehet kapni, vannak piacok, akkor van ez a Fresh Market, vannak bioorganikus termékek is nagyon sok. Viszont nekem abból a szempontból, hogy sportoló vagyok, nagyon szerencsém volt azzal, hogy nekünk volt egy ilyen athletic dining hall, ahol a focisták, ugye az amerikai focinak ott van egy nagyon nagy történelme, meg eléggé híres nálunk is a foci, és focistákkal együtt az úszókon át minden sportolónak külön egy ilyen egészséges étkezde volt, ahol meg volt szabva, hogy mikor van reggeli, ebéd, vacsora idő, mondjuk egy ebéd úgy volt, hogy még 11-től 2-ig, és rengetegféle ilyen svéd asztalos kaja volt, de csak egészségesen főztek, úgyhogy ez nagyon jó volt ilyen szempontból, hogy a diétát megkönnyítse, meg hogy nekünk is ugye formában maradni, meg ugye teljesítmény szempontjából sem mindegy. Emellett ugye ösztöndíjon belül biztosítanak egy kis extra költőpénzt is, hogyha ösztöndíjtól függően nyilván. Ugye, hogyha elmegyünk bevásárolni a szupermarketbe, vagy valami, akkor nyilván az ilyen feldolgozott termékek. Ezt szoktam mondani, amikor elsétálunk, tudod, ott van a kenyeres sor, és így a tartósítószer illat, szag, nem is tudom, így, hogy kering a levegőbe, szóval igazából nagyon sok olyan, meg ugye cukros, meg ott a poptárctól kezdve minden az nagyon nagy divat, úgyhogy nagyon sokan úgy esznek, de ezt sem mondanám egyébként, hogy abszolút nincsen egészséges táplálkozásra lehetőség, ugyanis például ott most nagyon nagy divatja van ennek a vegán vagy veganizmusnak például, úgyhogy nagyon sok vegetáriánus opció van, aki elmegy étterembe kajálni, akkor én nagyon szeretem a mexikóikat, ott is lehet egészségesebbeket enni, szóval ebbe is hiszem az egyik videóban meséltem, hogy milyen egészségesebb opciók vannak, amiket tudsz választani, hogyha mondjuk ilyen dining out szituáció van, mondjuk egy hétvégén, vagy akármi. Úgyhogy hál' Istennek ilyen szempontból elég sok minden megoldható. Akkor, amit én nagyon szeretek, hogy rengetegféle növényi tejük van például, tehát ugye a tehén tejen kívül én is növényi tejeket iszok, és tényleg rengeteg kevernek mindent mindennel, édesítő, édesítetlen minden, úgyhogy hatalmas választékok vannak. Akkor fagyikból is van egy egész olyan sor, ami csak ilyen cukormentes fagyi, vagy mindenféle, és ilyen iszonyatosan finom, nem tudom, peanut butter cup ízekbe, meg ugye akkor ebből a mogyoróvajas csokiból is, amit nagyon szeretünk, abból is van cukormentes, szóval nagyon sok olyan opció van egyébként, ami szerintem nem sokkal drágább, és mégis nagyon tudja segíteni az egészséges életmódot. És egyébként hozott nekem a Gréti Hershey csokit, az az egyik kedvencem. Nekem a is. Fehér csoki, ilyen csokis kex darabokkal, vagy igen, nem tudom, meg Reese's peanut butter cupot, és azt is imádom. Szerezsibet a kezem megtartsam. Ez amúgy akkor volt a legdurvább, amikor versenyfelkészülés volt, és a versenyfelkészülés alatt nem bírtam megemelni 5 percig se a kezemet, annyira mindig el volt minden zsibbadva. Na, a drágán. Shopping, mesélj a shoppingról. Na, oké. Szóval, hol van? A fejemben van egy fogát. Hát igazából a shopping az, ez most akár bemész egy, nem tudom, élelmiszervásárlásra, vagy bemész mondjuk ruhát venni, vagy bármi. Amerikában ezt mindig fontosnak tartom amúgy kiemelni, ezt már mondtam, hogy ott olyan sok az adó, hogy én is mikor bemegyek és futtatok mondjuk egy ilyen grocery shoppingot, akkor utána kijövök, és még plusz 10 dollárok csak az, amit ráfizettem, ami csak adóból jön, amit hogyha te mondjuk sétálsz a szupermarketre és meglátsz egy csokit, vagy akármit kitéve, az nincsen ugye included, szóval nincs belefoglalva az árba. És hogyha nincs belefoglalva, akkor nyilván azt hiszed, hogy fú, hát akkor az majd tök olcsó, meg tök jó, mert mondjuk mit tudom én, 4 dollár alatt van, vagy valami, és akkor megveszed, aztán látod, hát ez igazából 4,50, 4,70, aztán hogyha minden összeadódik a végén, már nem ott vagy. Szóval ez az, amit úgy mondanék, hogy az, hogy összehasonlítani az életet, hogy drágább nyilván minden, hogyha Magyarországhoz viszonyítom, viszont a megélhetés is drágább kint. Mi? Nem. Nem. Többet keresek. Többet keresek. Ezt támoltatom, hogy többet keresek. Viszont a... Tehát ahhoz képest, ahogy az emberek keresnek, drága a megélhetés is Amerikában. Ah, okay. De egyébként, amikor én kim voltam, most nem tudom, mert nem nézegetem, hogy mennyi az adó Amerikában, de amikor én kim voltam, akkor egyébként a Texas boltban az 8% volt. És függ sok mindentől. Tehát például van egy ismerősünk, ő kint van Floridában, és ott is, tehát más, mint nálunk az adó. Tehát az attól is függ, hogy melyik államban helyezkedsz el. Én New York államban voltam, és ott mindenhol 8%-ot raktak rá utána, ami ugye még nyilván még mindig sokkal-sokkal kevesebb, mint itt van a 27% adó. Nálatok mennyi? És mennyi 10-11% körül van. Alabamában 10-11%. Jön a vihar, most.
Gyerekek, akkor átvillámlott az előbb. Na, köszönöm szépen, Grétikém, hogy részt vettél itt ebben a szuper interjúban, amit lebonyolítottam a Miskolci parkolóház tetején. De amúgy nagyon szuper volt ez a nap a Grétivel. Egyébként az volt a vicces, hogy rám írt egyszer a Gréti az Instán, és akkor én is bekövettem, meg elkezdtem megnézni az összes YouTube videóját, és ahogy elkezdtük beszélgetni, olyan rokon léleknek éreztem, hogy egyből így az egész életemet kitálaltam neki konkrétan. 10 perc alatt, nem? Ilyen Insta, hogy hívják, ilyen hangfelvételben. Úgy volt. Nem, imádom a Martin, és én köszönöm a lehetőséget, hogy... Jaj, ne viccelj. Úgyhogy tök jó volt ez a kis nap, és mindenképpen találkozunk. Egyébként augusztus 15-ig lesz itthon a Gréti, úgyhogy nyugodtan írjatok... Ha vissza tudunk menni a szituációja. Igen. Úgyhogy nyugodtan írjatok kérdéseket kommentben, hogyha szeretnétek, hogy megválaszoljon valamit még ezen az infon kívül. Szóval, hogyha valamire még kíváncsiak vagytok a Gréti életével kapcsolatban Amerikában, akkor mindenképpen nézzétek meg a kis YouTube csatornáját, mert tök szuper kis informatív videókat csinál. Szívesen válaszolok minden kérdésre. Ja, meg kövessétek be Instán. Két Instagramja is van, képzeljétek el, az egyik az ilyen kajás Insta, igaz? Igen, az a Gréti Kitchen. Gréti Kitchen. Másik pedig Greta Szilvási, úgy megtaláltok. Greta. Na, megyünk pisilni, aztán zúzunk haza. Puszi mindenkinek. Sziasztok. Na, most értem haza, mindjárt mutatok nektek egy gyors kis holt is, hogy miket vettem, mert nyilván beugrottunk shoppingolni is a Grétivel a Miskolci plázába. Viszont szerettem volna nektek egy kicsit mesélni az én amerikai élményemről, mert nem tudom, hogy beszéltem-e már úgy konkrétan erről a 2013-as évemről itt a csatornán, nyilván az már nagyon régen volt, konkrétan úristen 7 éve. Mert hát ugye én akkor töltöttem el egy nyarat Amerikában, és képzétek el, hogy emlékszem a mai napig, hogy 13 éves koromban fedeztem fel ezt az egész Amerika témát, mert anyának a nagybátyja, a papám testvére, ő kint élt nagyon sokáig Amerikában, ugye diszidáltak még anno, és tudjátok, ilyen ünnepekkor, meg különböző alkalmakkor mindig telefonáltak, és olyankor mindig tartottak egy rövidke kis élménybeszámolt, és akkor én is szoktam velük beszélni, hívtak is egyébként, hogy menjek ki, csak a repjegyet kell fizetni, de tölthetek ott kinnel akár egy hónapot, blablabla. Aztán végül és ebből nem lett semmi, azóta a nagybátyja anyukámnak már haza is költözött Magyarországra. A feleségem még kint van Amerikában, egyszer majd biztos meg fogom látogatni, na de mindegy. Szóval én körülbelül 13 éves voltam, amikor azt mondtam az anyukámnak, hogy engem nem érdekel, ha szart pucolni is, de ki fogok menni Amerikába. És ez annyira bennünk maradt, mert képzétek el, hogy 2013-ban kimentem szart pucolni Amerikába. Na most ez úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen önkéntes tábor volt, tudjátok, ugyanaz, mint a Camp Leaders, meg az ilyenek, csak én külön mentem ki nem céggel, hanem ismerős által, és konkrétan takarítani voltam kint a táborban. Meg nyilván csináltunk még más dolgokat is, de nagyon-nagyon szuper volt. 3 hónapot voltam kereken kint, megismertem rengeteg amerikai embert, tök jól sikerült az angol tudásomat még jobban fejleszteni. Ugye előtte nekem már voltak cserediákjaim, volt egy lány Texasból, volt egy lány Észak-Karolinából, illetve volt egy új-zélandi cserediákom is, és nekem mindig is az angol nyelv körül forgott az egész életem. És tényleg, amikor azt mondom, hogy szeretek angolul gondolkodni, meg angolul keresek a Google-ben, meg ilyen, tényleg ezek nekem nagyon alap dolgok, és ezt nem viccből mondom, meg nem azért, hogy felvágjak, hanem mert egyszerűen annyira szeretem az angolt, hogy teljesen így a szívembe férkőzött, és nekem mindig is, ahogy nőttem fel, az volt az egyetlen célom, hogy mindegy, mit dolgozzak, de angolul kelljen beszélni, és ugye ezért is vagyok nagyon-nagyon hálás, hogy ezen a projekten vagyok, mert itt konkrétan mindegy, mit csinálok, angolul dolgozom egész nap, angolul beszélek, angolul levelezek, külföldiek a kollégáim, tehát ugye folyamatosan jelen van az angol az életemben, és a YouTube-on is a legtöbb csatorna, amit követek, az általában amerikai. Sok mindenkit követek Los Angelesből, van egy-kettő, aki ugye New York-i, persze vannak olyanok is, akik más államban laknak, de kedvenc kontentem az mindig is az LA content volt. Oda nagyon vágyok, és mindenképpen ki is fogok menni, tehát olyan nincs, hogy én nem megyek ki még egyszer az életemben Amerikába. Mindenképpen tervezem, hogy a projekt után, ha minden jól megy, akkor kint el szeretnék tölteni pár hetet, egy ilyen kis körutazás, vagy ilyesmi. Aztán meglátjuk, hogy hova sodor az élet. Egyébként Amerika mellett Ausztrália is nagyon-nagyon szeretem. Nyilván ott még nem voltam, viszont élnek kint rokonaim, szintén anyának az unokatestvére és az ő kislányai, akikkel egyébként tök jó kis kapcsolatot sikerült így az utóbbi években felépíteni, és aztán meséltem is nektek, hogy tavaly meglátogatott a Reni, hozta a kis ausztrál barátját is magával, itt volt a Tiszaújvárosban, úgyhogy
nagyon nagy élmény volt tényleg így testközelből hallgatni ezt az akcentust, és a melóban is vannak egyébként. Van egy amerikai kolléganőm, és van 6 vagy 7 dél-afrikai, és ott szintén ilyen nagyon érdekes akcentussal, ilyen nagyon erős akcentussal beszélnek. Imádok mindenféle akcentust hallgatni. Na de visszatérve a táborra, ez igazából egy ortodox hittan, illetve sport tábor volt, és én ott voltam ugye a személyzetnek a tagja. Minden hétvégénk szabad volt, úgyhogy tudtunk mozgolódni, nyilván nem tudtunk olyan nagyon messzire menni, tehát repülni nem volt időm más államokba, viszont New York államban voltunk, tehát például a Niagara vízeséshez el tudtam látogatni, illetve Manhattanbe is. Ott voltam a Times Square-en, gyerekek, ott, ahol az összes film játszódik, tudjátok, Manhattan belvárosában ott voltam, és akkor realizálódott igazán bennem, hogy hol is vagyok tényleg, hogy Amerikában vagyok, amikor felértem az Empire State Building tetejére, és lenéztem, és láttam a sárga taxikat, ilyen picik voltak, egyszerűen elsírtuk magunkat, mert ez akkora élmény volt. Aztán ezen kívül még ellátogattunk ilyen random helyekre, ilyen óriási plázákba, akkor shopping centerekbe, tényleg ilyen, tudjátok, ez a tipikus amerikai élmény volt, voltunk egy csomó ilyen gyors kajáldában, meg mindenféle ilyen, kipróbáltunk ilyen amerikai dolgokat. Én ott a lehető legtöbbet megpróbáltam kommunikálni, tehát én jobban voltam a fűnyíró csapattal, a karbantartó csapattal, meg úgy mindenkivel tényleg próbáltam jó kapcsolatot létesíteni, hogy minél többet tudjak beszélgetni, tanulni és különböző kifejezéseket megjegyezni. És egyébként a tábor az úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen hatalmas tó, és körülbelül 1 kilométer vagy 2, nem tudom, hosszban helyezkedett el a tábor így a tó mentén. Volt egy lánytábor és egy fiútábor, ilyen kis bunkerek voltak, tudjátok, ezek a faházak, meg ilyen lakókocsiból kialakított kis szálláshelyek, és először egy lakókocsiban laktunk, utána meg átköltöztettek minket egy ilyen kisebb faházba. Az egész elég ilyen rusztikus volt, meg tényleg ilyen nagyon tábor jellegű volt, na. És a mai napig nem felejtem el, nekem a takarítás volt mindig is egész életemben egy olyan dolog, hogy nem csak az, hogy nem szerettem takarítani, hanem nem voltam soha ilyen kupis, meg koszos, meg ilyesmi, ne értsetek félre, csak egyszerűen utáltam a takarítással foglalkozni, én mindig is azt mondtam anyának, hogy engem nem érdekel, nekem az mindenképpen lesz a jövőben, vagy egy bejárónőm, vagy egy takarítónőm, vagy valaki, aki takarítani fog helyettem, és én fizetek érte, mert nekem minden pénzt megér az, hogy valaki ezt megcsinálja helyettem, és én abban az időben tudjak mással foglalkozni. Most nagyon sokat beszélek ebben a videóban, de remélem, hogy érdekel titeket ez a téma. És hát ugye nyilván ebből kiindulva, én mindig inkább elmentem vagy dolgozni, vagy valamit csinálni, tudjátok, csak hogy ne kelljen takarítani. Tehát, hogyha anya mondjuk dolgozott, akkor én mindig a legutolsó pillanatra hagytam a mosogatást, meg a pakolást, meg minden szart, és ebből kiindulva anyukám azt mondta nekem, hogy ha itthon nem tudsz takarítani, akkor mit fogsz magaddal kezdeni Amerikában? És tudjátok, amikor az ember rá van kényszerülve, akkor megcsinál mindent, és egyébként mivel tudtam, hogy Amerikában vagyok, semmi nem érdekel gyerekek, csak ott lehessek, és egyszerűen én olyan simán takarítottam az egy éve berohadt penészt a falról, meg minden ilyesmit, mert tudjátok, ez csak ilyen nyári tábor volt, és télen ez a hely az abszolút így a tetőig volt hóval, szóval ott minden berohad egész télen, és semmi bajom nem volt, a pókhálót leszettem, gyerekek, én ezektől a dolgoktól irtózok, tehát pókhálóhoz én nem nyúlok itthon, komolyan az az utolsó, hogy kivigyek egy pókot a lakásból, és ott ki meg tényleg mindent simán megcsináltam, csak azért, mert tudtam, hogy ebből az következik, hogy ott tölthetem a nyarat, és ezért szívesen elvégeztem a teendőket. Tehát ez mindenre vonatkozik az életben, hogyha valamit akarsz, akkor azért meg kell dolgozni. Most ez egy ilyen kisebb példa, hogy nyilván takarítanom kellett azért, hogy ott lehessek idézőjelben, viszont ezt így nagyobb dolgokra is rá lehet vetíteni, és hogyha valamit el akartok élni, legyen az egy karrier, munkahely, tanulás, diploma megszerzése, vagy akár a sportban, életmódban, fogyás, bármi ilyesmi, mindenbe be kell fektetni munkát. Anélkül semmi nem fog az ölünkbe hullani, hogy ne dolgoznánk megérte, legalábbis a legtöbb ember ezzel így van. Úgyhogy ja, nagyon-nagyon szuper volt ez a 3 hónap, és tényleg én olyan szinten megéltem ezt az egészet, bánom, hogy akkor még nem voltam benne ebben az Instagram, meg vlogolás témában. Volt már akkor Instám, de akkor még így nem építettem meg semmi ilyesmi, és 2013 volt ez az év, és akkor csináltattam ezt a tetoválást is, ami többek között Amerikát is szimbolizálja, ez perzsa nyelven van kiírva, nem számokkal ugye nyilván, hogy 2013, úgyhogy nekem ez egy örök életre szóló élmény marad, és tényleg annyira oda voltam, képzeljétek el, még az utazást elmesélem, hogy amikor elindultunk a táborból hazafele, hogy jövünk Magyarországra, akkor nekem így olyan üresnek éreztem magam, és én nagyon-nagyon
nagyon érzelmes ember vagyok, tehát én képes vagyok tényleg így egy rágógumi reklámon is elsírni magamat, ha nem is látszik, de ez így van. És amikor elindultunk, akkor én ilyen így nem éreztem semmit, és gyanús volt ez nekem, hogy mondom, miért nem sírok? Hát miért nincsen semmi érzelem bennem, hogy most elhagyom az USA-t, azt a helyet, ahova régóta vágyik a szívem, és mégsem sírok, nem történik semmi. És elindultunk a táborból, körülbelül 4 órára volt a reptér, odaértünk, lehet, hogy még csináltunk előtte valamit, nem tudom, már nagyon régen volt, de az a lényeg, hogy amikor odaértem a reptérre, akkor is még így nem éreztem semmit, tehát olyan fura volt a légkör. Aztán később kiderült, hogy miért éreztem így, mert képzeljétek el, hogy folyamatosan csúsztatták a gépünket, mert valami hiba volt a géppel, és a végén az lett, hogy abszolút törölték a járatot, és a következő napra tették át az indulást, úgyhogy kaptunk egy hotelszobát ott a Kennedy reptértől pár percnyire, plusz még kaptam 24 órát, vagy nem tudom már mennyit ott New York City-ben, és így ez tényleg ez az igazi ilyen plusz ráadás volt, tudjátok, amikor még már menni kellene haza, de még nagyon nem akarsz, és akkor kapsz egy ilyen ajándékot, hogy még maradhatsz pár órát, úgyhogy aludtunk egy nagyon picikét, aztán még ott felfedeztük a környéket, még egy utolsó kis shopping tripet is beiktattunk, meg hát nyilván megnéztem a napfelkeltét ott a szállodának a teraszáról, és az óriási élmény volt, hogy ott szálltak el a repülők a hotel fölött, úgyhogy tényleg akkor, amikor elindultunk végül is Magyarországra a repülővel, és láttam a fényeket, na hát akkor aztán eltört a mécses, és úgy bőgtem, mint a muszáj volna. Szóval óriási nagy élmény volt, és mindenkinek ajánlom, hogyha éppen most egyetemre jártok, vagy középiskolában, mert tudom, hogy sok fiatal nézőm van, hogyha tehetitek, akkor utazzatok mindenképpen. Tök mindegy, hogy hova, nem kell feltétlen Amerikába menni, nekem egyébként az volt életem első repülőútja, és egyből felültem 13 órát repülni, de nem feltétlen muszáj ilyen messzire menni, elég itt Európában is akár, de tényleg mindenképpen utazzatok, mert az utazással rengeteg tapasztalatot lehet szerezni, kinyílik előttetek a világ, megismertek más kultúrákat, más életszínvonalat, más élethelyzeteket, fel tudtok fedezni új helyeket, és megismertek új embereket, és ez rengeteget ad a személyiségetekhez, nagyon sokat lehet fejlődni így mentálisan, meg nekem tényleg ami a legnagyobb pozitívum volt, talán az az, hogy egy kicsit önállósodtam, illetve hogy tényleg megtanultam beszélni, meg elengedni magamat, mert előtte én egy ilyen nagyon csendes, visszahúzódó típus voltam, így a barátaimmal el voltam, meg minden, de egyébként én nem szerettem boltba se járni egyedül, meg ilyenek, tehát én kiskoromban ilyen voltam, úgyhogy ez egy nagyon szuper kis tanulási lehetőség volt, és tényleg ajánlom nektek is, hogy mindenképpen menjetek, ha mehettek, ha megtehetitek, és ha pedig nem tehetitek meg, akkor tanuljatok nagyon-nagyon sokat, mert az meg fogja hozni a gyümölcsét, vagy egy ösztöndíj keretein belül ki tudtok majd menni, vagy pedig ha később egy nagyon jó munkahelyet sikerül szereznetek, mert sokat tanultatok, akkor meg azáltal lesz lehetőségetek, úgyhogy cheers to that! De befejezem a dumálást, mert 17 percet mutat a kamera, és még meg akarom mutatni, hogy miket vettem. Voltam a Reserve-ben, a Gréti-ben, és ott vettem egy ilyen kis cuki csipkés felsőt. Az elején van egy ilyen kis betét, viszont a hátulja az teljesen átlátszó, én nagyon szeretem az ilyeneket, akár dolgozni is fel lehet venni, vagy egy ilyen nyári kis date night-ra. Aztán a Talliban vettem ezt a kis felsőt, le volt árazva, ezt is dolgozni vettem, mert szeretek ilyen csinosan öltözködni mostanában. Ez megint egy ilyen, továbbra se tudom, valaki írja már meg, hogy hívják ezeket, ilyen váll letolós felső, ilyen kis rövid kroppolt, viszont tök jól lelóg a háta is, meg az eleje is, úgyhogy nincs kint belőle hasam, meg nyilván magas derekú farmerra veszem majd föl nyárra, és az utolsó dolog az egy farmer, amit bevállaltam, mert nagyon-nagyon szerettem volna már venni farmert, mert az összes elszakadt, és tényleg már csak ez az egy fekete van, ami most van rajta. Viszont ez most egy másik stílusú, nem mertem egy csomó ideig kilépni a komfortzónámból, és csak ezeket a gatyákat vettem, ami most van rajtam, amilyen sok gombos, viszont ezt felpróbáltam, ez a Vintage High Waist Skinny Farmer, így találjátok meg a Talliban. 40-eset vettem belőle, felpróbáltam a 38-ast is, az egy kicsit szűk volt, viszont tudom, hogy ezek a farmerek mindig kitágulnak. René, az a neve, hogy René, sorry. Úgyhogy a René farmert keresétek a Talliban, de mindegy. Ez egy ilyen világos farmer van, ilyen kis kivágás itt a térdén, illetve az alja is ilyen distressed, és végül is mégis a 40-eset vettem meg belőle, hiába tudom, hogy ki fog tágulni, de inkább legyen kicsit kényelmesebb, mint nem kényelmes. Úgyhogy nekem örök kedvencem a Tallis farmerek, na jó, felpróbálom, várjatok. Na itt van a Naci, így néz ki.
nagyon szuper hátulról is. Eddig nem mertem venni ilyen világos farmereket, mert óriási volt a combom, most se kicsi, de most már azért jobban tetszik így felvéve. És már tök régóta kerestem ilyen distressed, nem tudom, hogy hívják, ez a rojtos aljú farmert, de megmondom őszintén, nekem egyik boltban sem jó soha a farmer, tehát csak a Taliban tudok venni, mert ezek tényleg úgy vannak megcsinálva, hogy a nagy combomra meg a nagy seggemre jó, viszont a derekamon sem áll el, és ez is pont jó, pont így a köldökömet eltakarja, ugye nekem az a soft spotom, amit nem szeretek mutogatni. Na, mindegy, ez meg a kis felső, nagyon-nagyon cuki, a hátulja ilyen tök jó hosszan lelóg. Na, de szerintem le is zárom ezt a videót, mert most már eleget beszéltünk benne. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit más content. Hogyha kíváncsiak vagytok még Grétire, akkor mindenképpen látogassatok el a YouTube csatornájára. Én is tervezem még, hogy videózok majd még vele, mert rengeteg kérdés van, amit így szeretnék úgy feltenni, hogy ti is halljátok a választ, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc országotok, vagy hova szeretnétek mindenképpen eljutni. És hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő vlogban. Sziasztok! We'll be right back.